Kedves nézők! Senki számára nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy a kútkezelői munka balesetveszélyes. Az üzemanyag töltőállomások pedig tűzveszélyesek. Ezért a tűzvédelmi, tűzrendészeti előírásokat itt fokozottan be kell tartani, és a vásárlókat is udvariasan figyelmeztetni kell, ha részükről tűzveszélyes tevékenység tapasztalható. A most látható oktató videófilm nem kívánja pótolni az Áfornál, a Shell és Interag Kft-nél és a Fővárosi Garázsipari Vállalatnál meglévő érvényes vállalati tűzrendészeti utasításokat, illetve azok teljes ismeretét. Csupán a munkavégzés során azok gyakorlati alkalmazását és a szakmailag, minőségileg magasabb szintű tűzvédelmet próbálja elősegíteni. A benzinkút kút oszlopához tartozó hajlékony tömlő antisztatikus tulajdonságú, melynek elzárhatónak vagy lezárhatónak kell lennie. A kiszolgáló tömlő zár szerkezetének sziklaképződése nem hajlamos fémből kell lennie. Önkiszolgáló kút oszlop esetén fényforrás jelzi, hogy szabad vagy foglalt-e az állomás. Az önkiszolgáló kúton maradandó módon jól olvashatóan szöveges, ábráskezelési útmutatónak kell lennie. A töltőállomás kezelőépületében nyílt lángú vagy nyílt fűtőszálú fűtőberendezést csak abban az esetben szabad használni, ha a fűtőberendezés a töltőaknától, a tartály légzőcsövétől, a kútoszloptól, a teljesen kihúzott tömlő végétől és üzemanyag lefejtéskor a tartálykocsitól legalább 5 méterre van. Az égés terméket kéményen keresztül kell elvezetni. Zárt fűtőszálú villamos fűtőberendezést csak akkor szabad használni, ha a fűtött helyiség a kútoszloptól legalább 2 méterre van. Milyen tűzveszélyes anyagok tárolhatók, illetve árusíthatók a töltőállomás területén? 500 liternél nem nagyobb űrtartalmú szekrényből, kirakat vitrínből és konténerből kútoszloponként 2 darab. 500 liternél nagyobb űrtartalmú konténerből 1 darab. 200 literes fáradt olajgyűjtő fémhordóból legfeljebb 1 darab. Szekrényben, kirakat vitrínben, konténerben és zárt edényzetben, például flakonban, üvegben kiszerelve, különböző tűzveszélyességi fokozatba sorolt tűzveszélyes anyagok együtt is tárolhatók. A bemutató vitrín kirakat részében legfeljebb 50 kg tűzveszélyes folyadék helyezhető el bemutatás céljából. Az 500 liternél nagyobb űrtartalmú konténerben fűtőberendezést üzemeltetni nem szabad. A világítóberendezés kapcsolóját a konténeren kívül vagy a kezelőépületben kell felszerelni. A fáradt olajgyűjtő fémhordó töltőnyílása mindig felső állásban legyen, és a fémhordót elmozdulás ellen rögzíteni kell. A töltőnyílást a fáradt olaj betöltése után le kell zárni. Milyen tűzoltásra alkalmas eszközöket és figyelmeztető táblákat találhatunk a benzinkutakon? A benzinkutakon a kezelőépületben 3 kút oszlopig 2 darab, minden további megkezdett kút oszlop után legalább 1-1 darab, 12 kg töltető porral oltó, vagy 2-2 darab, 5 kg töltető halonnal oltó tűzoltó készülék szolgál az esetleges tűz eloltására. Önkiszolgáló benzinkutakon minden kútoszlopnál 1 darab 12 kg töltető porral oltó, vagy 2 darab 5 kg töltető halonnal oltó tűzoltó készülék található. A benzinkúton épületenként legalább 2 darab homokszórólapátot, 1 darab műszáltól mentes takarót,
A szétfolyt üzemanyag fölitatására pedig minden megkezdett három kútoszlop után legalább egy tized köbméter száraz, ömleszthető állapotban lévő homokot kell készenlétben tartani. A benzinkút területén szembetűnő módon állandóan olvasható állapotban tartott tűzveszély, a dohányzás és nyílt láng használata tilos szövegű táblát kell elhelyezni. Az állomáson állandó felügyeletet kell tartani, üzemszünet esetén pedig a kutat le kell zárni. Üzemanyagot csupán leállított motorú gépjármű tartályába, vagy szabványos edénybe, marmonkannába szabad tölteni. Műanyag edénybe benzint tankolni tilos. Személygépkocsik csomag és utasterébe elhelyezett edénybe tűzveszélyes folyadékot tölteni nem szabad. A benzinkút kezelője munkaközben csak antisztatikus, nem műszálas anyagú munkaruhát viselhet. A tárolóhely feltöltése alatt 10 méteres körzetben csak a kezelő személyzet tartózkodhat. A területet tűzveszélyjelző szabványos táblával meg kell jelölni. Ha a 10 méteres távolság nem tartható, úgy a lefejtés időtartamára a benzinkút területén minden nemű kiszolgálást meg kell szüntetni. A tartály feltöltésének ideje alatt a benzinkút kezelőjén kívül a tartályos jármű személyzete is köteles a töltés helyén állandó felügyeletet tartani. A tartály feltöltése az éjszakai órákban is elvégezhető. Ilyenkor a tartálykocsi vezetőjének fokozott gondossággal a jármű tűzoltó készülékeinek készenlétben tartásával kell felügyelnie a lefejtés ideje alatt. A benzinkút területéről az éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani. Az esetlegesen szétfolyt, tűzveszélyes folyadékot homokkal fel kell itatni, és a szennyezett homokot azonnal el kell távolítani. Az útburkolatot üzemzárás után a kútoszloptól számított 4 méteres körzetben tisztítani kell. A kútoszlopot szivárgás vagy csepegés esetén, esetleg egyéb meghibásodáskor üzemen kívül kell helyezni, és az elektromos hálózatról le kell választani. Ismételten üzembe helyezni, csak a hiba végleges elhárítása után szabad. A tároló tartályt és csővezetékeit, valamint a kimérő szerkezetet javítás és tisztítás előtt folyadékmentesíteni kell. A tároló tartály és a csővezeték szerelvényeinek javításakor, cserélésekor a csatlakozó részeket a tartálytól el kell választani. A szabaddá vált tartálynyílásokat gondosan le kell zárni. Lánggal, szikraképződéssel vagy hősugárzással járó tűzveszélyes tevékenységet csak abban az esetben szabad végezni, ha a töltőállomást üzemen kívül helyezik. A Shell és Interag Kft. Töltőállomásait a veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályától függetlenül C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményeknek kell tekinteni. A benzinkút kút oszlopához tartozó tömlő zárható, hajlékony, antisztatikus tulajdonságú. A folyadék szintre önműködően záró szikraképződése nem hajlamos fémből készült pillanatzárat kell alkalmazni. Az esetleges elektrostatikus feltöltődés levezetésére a kútoszlop fém szerkezeti részeit egymáshoz fémesen kell csatlakoztatni és össze kell kötni a védőföldelő hálózattal. A töltőállomás kezelői épületben itt is csak olyan zárt fűtőberendezés alkalmazható, amely üzemszerű használat közben tüzet vagy robbanást nem okoz. A villamos fűtőberendezést dugaszoló ajzat nélkül közvetlenül kell az elektromos hálózatba bekötni. A fűtőberendezést
bekapcsolást jelző ellenőrző lámpával kell felszerelni. Milyen tűzoltása alkalmas eszközöket és figyelmeztető táblákat találhatunk a Shell benzinkutakon? A Shell kutyain a kezelő épületben 3 kút oszlopig 2 darab, minden további megkezdett 3 kút oszlop után legalább 1-1 darab, 12 kg töltetű porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A töltőállomáson épületenként legalább 2 darab homokszóró lapátot, 1 darab műszálmentes takarót, a szétfolyt üzemanyag fölítatására pedig minden megkezdett 3 kút oszlop után legalább 1 köbméter száraz, ömleszthető állapotban lévő homokot kell készenlétben tartani. Az üzemanyag lefejtése során az esetleges belobbanás megakadályozása érdekében az ólomakna lefejtő csonkját lángmentesített jutavászon takaróval kell lefedni. Az állomás területén szembetűnő módon állandóan olvasható állapotban tartott tűzveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos szövegű táblát kell elhelyezni. A benzinkút kezelője munkaközben csak antisztatikus, műszálmentes formaruhát viselhet. Üzemanyagot csak leállított motorú gépjármű üzemanyag tartályába, vagy szabványos fémedénybe, marmon kannába szabad tölteni. Műanyag edénybe benzint tankolni tilos. Személygépkocsik csomag és utasterébe elhelyezett edénybe tűzveszélyes folyadékot tölteni nem szabad. A szabványos edényeket a töltés során nem éghető anyagból készült állványra vagy a földre kell helyezni. A területet tűzveszélyt jelző táblával meg kell jelölni. Ha az 5 méteres távolság nem tartható, úgy a lefejtés időtartamára a kiszolgálást az állomás területén meg kell szüntetni. A tartály feltöltésének ideje alatt a benzinkút kezelőjén kívül a tartályos jármű személyzete is köteles a töltés helyén állandó felügyeletet tartani. Töltés alatt álló tároló tartályból tűzveszélyes folyadékot kiszolgálni nem szabad. A tároló tartály feltöltése alatt 5 méteres körzetben csak a kezelő személyzet tartózkodhat. A töltőállomás területéről az éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani. Az esetlegesen szétfolyt üzemanyagot homokkal föl kell itatni, és a szennyezett homokot el kell távolítani a veszélyességi övezetből. Az út burkolatot műszakváltás után a kútoszloptól számított 4 méteres körzetben tisztítani kell. A kútoszlopot szivárgás vagy csepegés esetén, esetleg egyéb meghibásodáskor üzemen kívül kell helyezni, és az elektromos hálózatról le kell választani. Ismételten üzembe helyezni csak a hiba végleges elhárítása után szabad. A tárolótartályt és csővezetékeit, valamint a kimérő szerkezetet javítás és tisztítás előtt folyadékmentesíteni kell. A tárolótartály és a csővezeték szerelvényeinek javításakor, cserélésekor a csatlakozó részeket a tartálytól el kell választani. A szabaddá vált tartálynyílásokat gondosan le kell zárni. Lánggal, szikraképződéssel vagy hősugárzással járó tűzveszélyes tevékenységet a töltőállomás területén a vonatkozó előírások betartásán túlmenően csak abban az esetben szabad végezni, ha az állomást üzemen kívül helyezik. A látottakat, hallottakat összefoglalva jegyezzük meg tehát. Először a töltőállomás C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény. Másodszor, tűzveszélyes folyadékot csak leállított motorú gépjármű üzemanyag tartályába, vagy szabványos edénybe szabad betölteni. Harmadszor, a töltés alatt álló tartályból tűzveszélyes folyadékot kiszolgálni nem szabad. Negyedszer,
Amennyiben a kimérőkészüléken az ólomzár vagy lefűző húzalja hiányzik, látható külső sérülési nyomok vannak, vagy bármilyen okból kifolyólag károsodott, a kútoszlopot tilos üzemeltetni, és a hibát káreseti jegyzőkönyv fölvételével írásban kell rögzíteni. Ötödször a töltőállomás kezelője azonnal köteles megszüntetni a kiszolgálást a következő esetekben. Ha üzemanyag felvétele után a gépjármű mozgásképtelenné vált, ha a töltőállomáson árukeveredés történik, ha a kútoszlop regisztrálója, számlálója, kimérője, villamos berendezése meghibásodik. Ha töltés alatt álló gépjármű motorját beindítják, és bármilyen hiba esetén, amely áru elfolyást, balesetveszélyt vagy tüzet idézhet elő. A háztartási tüzelőolaj és motorolaj kimérését ráccsal fedett cseppfelfogó tálca felett kell végezni, amelyet a tároló tartállyal össze kell kötni. A tároló tartállyal a kimérőkészüléket acélcsővel kell összekötni. Fűtőolajtárolónként legalább egy-egy darab 12 kg töltetű porral oltó, vagy két-két darab 5 kg töltetű halonnal oltó tűzoltó készülék szolgál az esetleges tűz lokalizálására. Amennyiben a töltőállomás területén épület található, az épületben legalább egy darab műszáltól mentes takarót, a szétfolyt tüzelőolaj fölitatására pedig legalább 1 köbméter száraz, ömlesztető állapotban lévő homokot és legalább egy darab homokszóró lapátot kell készenlétben tartani. A fűtőolaj kimérőkútnál vagy a fűtőolaj tartály mindkét oldalán szembetűnő módon állandóan olvasható állapotban tartott tűzveszély, nyílt láng használata és dohányzás tilos szövegű táblát kell elhelyezni. A tüzelőolaj eladóhelyen a kútkezelője köteles állandó felügyeletet tartani, üzemszünet idején pedig a kutat lezárni. Személygépkocsi csomag és utasterében elhelyezett edénybe háztartási tüzelőolajat tölteni nem szabad. A tárolótartály töltésének ideje alatt háztartási tüzelőolajat kiszolgálni tilos. A tárolótartály töltésekor a kút kezelőjén kívül csak a tartályos jármű személyzete tartózkodhat az átfejtő állomáson. Éjszakai tartálytöltés idején fokozott gondossággal kell eljárni, és a tartályos járművezető tűzoltó készülékeinek készenlétben tartásával kell felügyeletet biztosítani. Tartálybetöltést hordóból csak szabványos töltőrendszeren keresztül szabad végezni. A tároló tartály alatti területet 5 méteres körzetben gyomtalanítani kell. A fűtőolaj kimérőkútnál a környezet tisztán tartására, a berendezések hibáinak elhárítására és a tűzveszélyes tevékenység végzésére ugyanazok a szabályok érvényesek, amelyeket a benzinkutaknál már ismertettünk. Kedves nézők, fogyasztók és töltőállomáson dolgozók! Közös erővel védekezünk a tűzkár ellen, mert az élet és vagyonvédelem népgazdaságunk fontos célkitűzése. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy nemzeti vagyonunk jelentős hányadát hazánk építményei képezik, ezért hangsúlyozottan indokolt, hogy az ezek védelmét szolgáló előírásokat mindenki fokozottan betartsa, különösképpen azért, mert a tűz elleni vagyonvédelem mellett mindazok lakosságunk életvédelmét szolgálják. Thank you.
Kedves autótulajdonos! Bizonyára nem kell senki figyelmét fölhívni arra, hogy az üzemanyag töltőállomás területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. A benzinkutakon ezek a tiltó táblák egyébként állandóan olvasható állapotban szembetűnő módon vannak elhelyezve. Bár tudja mindenki, azért elmondjuk. Üzemanyagot csak leállított motorú gépjármű üzemanyagtartályába, vagy szabványos fémedénybe, marmonkannába szabad tölteni. Jegyezzük meg. Műanyagedénybe benzintankolni tilos. Személygépkocsik csomag és utasterében elhelyezett edénybe tűzveszélyes folyadékot tölteni nem szabad. A szabványos edényeket a töltés során nem éghető anyagból készült állványra vagy a földre kell helyezni. A legnagyobb biztonság az, ha betartjuk a tűzvédelmi előírásokat. Kedves gépjárművezető! Fölhívjuk figyelmét, hogy az üzemanyag töltőállomás kezelője azonnal köteles megszüntetni a kiszolgálást abban az esetben, ha üzemanyagfelvétel után a gépjármű mozgásképtelenné vált. Ha a töltőállomáson árukeveredés történik. Ha a kútoszlop regisztrálója, számlálója, kimérője, villamos berendezése meghibásodik. Ha a töltés alatt álló gépjármű motorját elindítják, bármilyen hiba esetén, amely áru elfolyást, balesetveszélyt vagy tüzet idézhet elő. Jegyezzük meg! A tűzvédelem mindannyiunk közös ügye. Vigyázzunk, mert a tűz nem vigyáz. Kedves útitárs! Ha a tűzvédelmi szabályok be nem tartása, vagy valamelyik embertársunk hanyagsága folytán tűz keletkezne az üzemanyag töltőállomáson, legyen segítségére a kútkezelőnek a tűz megfékezésében. A tűzoltás legfontosabb eszközeit, a porral oltókészüléket, a száraz homokot, a műszáltól mentes takarót minden töltőállomáson jól látható, könnyen elérhető helyen tartják. Ha ezekkel az eszközökkel nem sikerül maradéktalanul megfékezni a tüzet, azonnal értesítse a tűzoltóságot. Ne felejtsük el, aki tüzet észlel, azonnal köteles jelezni a tűzoltóságnak. A már eloltott tüzet is mindenkor jelenteni kell a tűzvédelmi hatóságnak. Tudatosítsuk magunkban és embertársainkban. Minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik. Kedves fogyasztó! A háztartási tüzelőolaj és motorolaj kimérését ráccsal fedett cseppfel fogott álca fölött kell elvégezni, amelyet a tároló tartállyal össze kell kötni. Személygépkocsi, csomag és utasterében elhelyezett edénybe háztartási tüzelőolajat tölteni nem szabad. A töltőállomás területén a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. A tároló tartály töltésekor a kút kezelőjén kívül csak a tartályos jármű személyzete tartózkodhat az átfejtő állomáson. A töltés ideje alatt háztartási tüzelőolajat kiszolgálni tilos. Ezért ilyenkor a kútkezelőt munkája végzésében ne zavarja. A tűzvédelem közös ügyünk.